minden keresztény egy szív, egy lélek legyen, és minden nép meglássa az üdvösséget. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben. Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, Démász elhagyott a világ kedvéért, és Tesszalonikába ment, Crescens Galíciába, Titus meg Dalmáciába. Csak Lukács van mellettem. Márkot is vedd magad mellé, és hozd el, jó szolgálatot tenne nekem. Tihikuszt elküldtem Efezusba, köpenyemet Troászban hagytam Kárkusznál, ha jössz, hozd magaddal. A könyveket is, főleg a pergamentekercseket. Alexander a bronzműves sokat ártott nekem, az Úr megfizet majd neki tettei szerint. Te is óvakodj tőle, nagyon ellenszegül tanításunknak. Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserben hagyott. Ne számítson nekik bűnül. Ám az Úr mellém állt és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Ez az Isten igéje. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se elszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senki se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok. Békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászalati békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt tegyétek és igyátok, amíg van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek,
elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, Szent Lukács evangéliumát szokták az irgalmasság evangéliumának is mondani, mert Szent Lukács nagyon sok ponton hangsúlyozza Istennek az irgalmasságát, és ez hát mondhatni ilyen természetes dolog Szent Lukács részéről, hiszen maga Lukács pogány környezetből származik, nem is tagja az apostolok testületének, de mégis elérkezik hozzá az Úr Jézus tanítása üzenete, megtér, és ő maga is evangélista lesz, sőt, ő az apostolok cselekedeteinek a szerzője is. És tulajdonképpen leírja Lukács azt, hogy az Úr Jézusnak milyen fontos volt, hogy valóban az evangéliumnak az üzenete minden embert el tudjon érni a lehető leggyorsabban. És itt olvassuk azt, hogy 72 tanítványt kiválaszt, és elküldi őket maga előtt, városokba, falvakba, hogy hirdessék az örömhírt. Hirdessék az evangélium üzenetét, hogy minél gyorsabban, minél több emberhez valóban el tudjon érni. És az Úr Jézus elmondja azt is, hogy mégis ezt az evangéliumot hogyan kell hirdetni. Az a parancs, hogy az úton senkit ne köszöntsetek, ez mai értelmezéssel nem úgy kell érteni, hogy a mi keresztények senkinek ne köszönjünk, hanem ez azt jelenti pontosan, hogy az ókorban, ha valakit az út közben köszöntöttek, az egy hosszas beszélgetés jelentett, tehát nem csak köszöntés, és hogy ez a hosszas beszélgetés se vegye el az időt az evangélium örömhírének a terjesztéséről. És ugyanakkor megparancsolja az Úr Jézus, hogy se tarisznyál, se elszín, se sarut, semmit nem vigyenek magukkal. Ez egyrészt jelent egy ilyen fizikai egyszerűséget, de jelenti azt is, hogy az evangéliumot nem kell, nem tudom, ilyen cirkuszi mutatványokkal hirdetni, nem kell ezt annyira túlgondolni, vagy különleges eszközöket vinni magunkkal, mert az Úr Jézusnak az üzenete, az evangélium maga az igazság. Ezt az embereknek el kell mondani. Ezt az életünkkel és szavainkkal kell hirdetni, ezt az örömhírt. És nyilván, ahogy itt az evangéliumban olvassuk, ez van, hogy sikeres, és meghallgatna bennünket az embertársai, elfogadják ezt az igazságot, amit hirdetünk, de előfordulhat az is, hogy nem talál célba a mondani valunk, ezért van az, hogy ha betértek egy házba is, szeretettel fogadnak benneteket, ha egy városban szívesen látnak benneteket. Ha szívesen látnak bennünket, akkor osszuk meg velük az evangélium üzenetét. Ha nem látnak bennünket szívesen, akkor tovább kell állni, mert erőszakban senkire se lehet rákényszeríteni az, hogy higgyen az Úr Jézusban. Ha ezzel a hozzáállással próbáljuk az embertársainknak átadni az Úr Jézus Krisztusnak az üzenetét, igazságát, akkor biztosak lehetünk abban, hogy erről mindig nyugodt lélekkel tehetünk tanúságot. Amen. Kérjük testvéreim Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Lukács evangélista és a többi apostol közben járására hallgassa meg kéréseinket. Áld meg, Urunk, egyházadat, Ferenc pápánkat, András főpásztorunkat, Márton apátunkat, püspökeinket, papjainkat és szerzeteseinket, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon.
Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Végül engedd, Urunk, hogy erdőtestvérünk és összes elhunyt szeretteink már most, és majd a mi is az apostolok boldog társaságának örvendhessünk. Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadott nekünk, Krisztus, ami Urunk által.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenye, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiutatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Amár szó veszünk ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kenyérből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg nem vesz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, András püspökünkkel, Márton apátunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életre, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljük, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És utalkodom. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
mindenható Istenünk, hogy szentté tegyen minket ez a kenyér, melyet oltárodról kaptunk, és erősítse meg az evangélium hitében, amelyet Szent Lukács hirdetett, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk a Győri Egyház megyei zsinatért. Mennyei Atyánk, Fiad Jézus Krisztus mondta, azért jött a világba, hogy tüzet gyújtson az emberi szívekben, és azt szeretné, ha minél előbb lángra robbanna. Mi a Győri Egyház megye papjai és hívei ebben az évben a Szentlélek vezetésével együtt keressük az utat, hitéletünk megújítására. Korunk számtalan kihívásával szentesülve, követni akarjuk Jézus tanítását, aki azt mondta, keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Krisztushoz tartozunk, és készek vagyunk arra, hogy ismét teljesen átadjuk magunkat akaratának követésére, és másokat is erre hívjuk. Szűz anyák, aki győrben vérrel könnyeztél gyermekeid szenvedése miatt, légy oltalmazó és közbenjárunk Istennél. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek.